A Tisza, mely összeköt címmel Zentán is bemutatkozott a Vásárhelyi Fotószimpózium tavalyi anyaga. A 13. alkotó folyamat során a művészek mártéi természeti kincseit kapták lencse végre, és a munkákat az egyik legismertebb fotográfusnak, Nagy György Sándornak ajánlották. A képekből Hódmezővásárhely vajdasági testvérvárosában is rendeztek kiállítást. Zenta 800. valamint a helyi múzeum 70. évfordulóját a vajdasági település Hódmezővásárhellyel együtt ünnepelte meg, amellyel immár fél évszázada ápol testvérvárosi kapcsolatot. Zenta első testvérvárosa a magyarországi Hódmezővásárhely volt. 1966-ban jött létre a hivatalos együttműködési szerződés. Azóta számos területen vannak közös projektumaik. A művészeti cserekapcsolatok mellett a sport, az oktatás és az egészségügy területén is létezik az együttműködés. A két települést a Tisza köti össze. A folyónak egy unikális szakasza a Mártéi Holtág, amelyet a 13. Vásárhelyi Fotószimpózium alkotásai érzékletesen illusztrálnak, közel 50 felvétel segítségével. Erről már Almás István beszélt. A vásárhelyi polgármester felhívta a figyelmet a fotókon visszaköszönő ártéri fákra, tükröződő vízfelületekre, párás hajnali tájakra, amelyek különlegességét a színek hiánya is erősíti. Ha megtekintik a munkákat, felfedezik, hogy milyen jelentős arányban készültek fekete-fehér fotográfiák Mártéjon. A grafikus, megoldású, képi fogalmazásmód lehetőséget nyújt a fotósoknak arra, hogy a látott természeti élmény eszenciájára koncentráljanak, és annak legteljesebb, vagy ha így jobban tetszik, annak legszűkszavúbb ábrázolását érjék el. A tavalyi Vásárhelyi Fotószimpóziumból készült kiállítás 15 művész munkáját dicséri, akik a Zentára is elvitt képeiket Nagy György Sándor emlékének ajánlották. Ő volt az, aki a 60-as években arra döbbent rá, hogy a természet csodáit nem tudja ecsettel, csak fényképezőgéppel megörökíteni.